Eltelt egy hét azóta, mióta a 8. és a 9. kerület lakói virágokat ültettek az Üllői út két oldalára. Jófajta termő? A legjobb föld, ami létezik, az Üllői úti föld. Nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, itt járok el az Üllői úton minden nap, munkába menet és jövet, és tök jó lesz, hogyha növények között teltem ezt meg. Visszajöttünk megnézni, hogyan cseperednek az Üllői úti fák alatt az Üllői úti virágok. Ahogy Adri és Lívia kiskertjén végignézünk, az a benyomásunk, hogy nagyon rendezett a kiskertjük, nem szemetes, a virágai gyönyörűen nőnek, és hogyha kicsit közelebb megyünk, akkor látjuk, hogy a virágmagok is elkezdtek már kikelni. Ha esetleg idejönnek a kutyák és lepisilik, illetve azt teszitek észre, hogy nem nő úgy a növényzet, amire számítottatok, akkor beültetitek újra, vagy mi lesz akkor a következő lépés? Hát egyrészt azért reméljük, hogy ez a tájékoztatás egy kicsit használni fog, és lehet, hogy egyszerűen csak arról van szó, hogy a kutyások nem látják az összefüggést a között, hogy itt is ültetik a kutyájukat, úgyhogy egyelőre bízunk abban, hogy ez is egy kicsit használni fog, de persze, szóval ez egy ilyen próba folyamat, ami elsőre nem sikerül, meg kipróbálunk majd valami mást. Ezeket a virágokat otthonról hoztátok? Ezek ilyen terülő virágok, tehát így egy nagyobb területet így be fognak futni majd, úgyhogy reméljük azért, ha látják, hogy otthon a virág, akkor a kutyusok se fognak. De nekem amúgy van kutyám, és itt lakom az Üllői úton, úgyhogy én mindkét csoportot képvisel, és nem szoktam ide kisültetni a kutyát. Mi zajlik itt most a Üllői úton? Mi ez a rengeteg ember és ez a sok virág? Nem igaz, nincs rengeteg ember. És aki itt van, maszkban van. Jó, igen, tehát nincs rengeteg ember, direkt sávosan osztottuk be őket. Egyébként a 9. kerület találta ki azt, hogy itt virágosítsunk ezekbe a virágkazettákba, mert hogy nagyon mostoha körülmények vannak itt. Hát folyamatos kapcsolatban voltunk, hogy ti meritek, ti nem meritek, csináljuk, ne csináljuk, de aztán azt mondtam, hogy a magok nem ismerik a vírust, csak a naptárt, és ha tovább várunk, akkor nem fognak kikelni. Nekünk itt van 60 kazettánk, abból talán 50-nek van már gazdája. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt nyár közepére remélem, hogy tényleg virágba borul az Üllői út. Nekem nagyon tetszett ez az összefogás, hogy a 8 és a 9 együtt csináljon valamit. Mindig is érdekelt, hogy a mi határterület az, ahogy mi van kerületeknek a határterületeivel, és pont ez a kis transzhely, ez ilyen jó összefogás lehet erre. Szeretnénk mind a főkert részéről, mind a kerület részéről is érzékenyíteni a lakosságot, hogy igazából ezek a zöld felületek az övék. Tehát miatta csináljuk, az városlakók miatt zöldítünk, és egy picit magukénak érzik és lejönnek, akkor szerintem ez működni fog. Miért tartjátok fontosnak ezt? Hát, hogy megvédjük a természetet, és hogy jobban legyen a föld, és ennyi. Itt laktok a közelben? Igen, a Blaha Lujza térnek. És van tapasztalatotok virágültetésben? Sajnos nem. Itt ugye a feladatunk az, hogy minden héten kijöjjünk öntözni, tehát az önként, tehát az örökbefogadásnak ez is a része, hogy a jövőben ezt a kazettát mi fogjuk ápolni, a kolónia közössége. Látom, hoztatok azért, nem bíztátok a véletlenre, hoztatok azért saját földet is, vagy ezt itt kaptátok? Nem hoztunk, de kaptunk is egyébként. Ez nem lesz elég, ezt már mondták a szervezők, úgyhogy van biztosítva föld, illetve most azt néztük, hogyha más parcellákhoz valamiért nem érkeznének meg, akkor azt is bevállaljuk. Illetve Júlcsi bevállaljon, hogy belejött a munkába. Mi az, ami ki is bírja ezt a klímát, ami itt van? Ugye, amikor elkezdtük ezt az egész projektet, az volt a fő szempont, hogy ezekre a fákra vigyázzunk. Ugye ezek olyan fák, aminek elég magasan vannak a gyökerei, tehát ezért nem nagyon jött szóba az, hogy akkor cserjékkel beültetjük az egészet. Ezek ilyen vegyes mezei virágok, és ilyen színesek elvileg, de nem tudok róla többet sajnos. Ezt a magkeveréket ezt kifejezetten úgy állította össze a termesztő, hogy ide a félárnyékos Üllői utat, szárazságtűrő, félárnyékot kedvelő növényfajok kerülnek, meg még a civilek hoztak egy pár növényt, ezek között vannak árnyékliliumok, loncok, úgyhogy én azt gondolom, hogy működni fog a dolog. Mintha direkt hamutának használnák ezt a kiskertet, illetve kutyaürülék is van Dögivel.
Pedig ennek a kiskertnek is van ám gazdája, és sajnálatos látvány, itt építettek egy kisebb kerítést nádból, az pedig el van tördelve, illetve ki van döntve. Igazság szerint azt el kell mondanom, kicsit csalódott vagyok. Azt vártam, hogy ennél sokkal rendezettebb közeget találunk. Azért az ritka, hogyha valami szép, akkor az direkt elbarmolja valaki. Általában ami nem szép, azzal szokott még rosszabb történni. Hát, ha meg kell próbálni. Gyakran elhangzik a kerületiektől problémaként az, hogy szemetes, nagyon szemetes a város részünk. Ilyenkor, amikor végig sétálunk mondjuk itt az Üllői úton, és látjuk azt, hogy mennyi eldobott cigarettacsik van, azért eszünkbe juthat az is, hogy a mi környezetünket mi tesszük olyanná, amilyen. Eddig a 8. kerület oldalán jártunk körbe néhány kiskertet, most átmegyünk, megnézzük, mi a helyzet a 9. kerület oldalán. Alpolgármester úr, miért itt a 9. kerületi oldalon futunk össze? Azért, mert megnézem mind a két oldalt. Egy Üllői út van, úgyhogy meg is szépül, kis zöldül, és egy kicsit élhetőbbé válik ez az egyébként eléggé elviselhetetlen ilyen városi autópálya, úgyhogy ez a legjobb. Mi itt lakunk a kerületben, és lejöttünk a boltba vásárolni ezt-azt, és utána megláttuk, hogy itt szerveződés van, egy hölgy megszólított minket, és lejöttünk segíteni. És ez azt jelenti, hogy automatikusan örökbe is fogadtátok? Igen, örökbe fogadjuk, igen. Mind a, itt, hát ezen a soron szerintem egy 2-3-at örökbe fogadunk. Abban szeretnék a lakosság segítségét kérni, hogy öntözés a legfontosabb. Hát ugye nagyon nagy a szárazság, nagyon kevés csapadék esik. Ugye ezeknek a megmaradásait döntően attól függ, hogy mennyi vizet vagy csapadékot fognak kapni. Ezt a parcellát ön fogadta itt örökbe? Nem, én az Üllői út 69 előtt fogadtam örökbe, de azért itt is besegítek. Hát most van slag minden társasházban, az nem egy nagy dolog rákötni, azt végig locsolni. Ha kell, akkor a szomszédét is, azon már nem olyan hosszú a slag. És milyen növényeket ültetnek? Mert itt látom, növényeket ültetnek, még a másik oldalon csak magokat osztanak. Nem, mindenhova kerültek magok is, és minden ágyásban pedig 4 már nagyobb növényt ültetünk be. A kisebbek, a magok pedig májusban fognak kikelni. Ferencvárosi oldalán, ahogy csorgunk lefelé, a Nagyvárad tér felé, azt kell, hogy mondjam, egyre tisztábbak ezek a kis kertecskék. Micsoda energia befektetése, még szépen végig szegélyezve, dunakavicsokkal, gyönyörű ez a kis kert. Jaj, csak ez a rengeteg kutya, kaki. Nem értem máskülönben, hogy ezt miért nem lehet felszedni, ez nem olyan nagy adag. Egy marokba belefér, zacskóval. Itt már az ültető okosabb volt, rakott fel szép kerítést. Vajon van ennek haszna? Igen, mert hogy itt aztán semmiféle kutyaürülék nem található. A kerítés nagyon sokat számít. Ha ilyen jól sikerült ez a közös kezdeményezés a 8. kerülettel, akkor terveztek még további projekteket együtt? Hát persze, biztos, hogy lesznek még ilyen ötletek, szomszédos keret vagyunk, elég sok mindenben tudunk szerintem együttműködni. A szellemiségben is annyiban hasonló, hogy mi hiszünk a civilekben, hiszünk az emberek kreativitásában és abban, hogy ők aktiválják saját magukat. Ez most itt jól látszik is. Úgyhogy szerintem semmi akadálya nem lesz, majd összedugjuk még a fejünket.